Nem a véletlen műve, hogy a szlovák ruzsomberök, nekünk persze Rózsahegy, eddig az élen állt az Európa Kupa hátcsoportjában, és 7 ponttal odahaza a későn hajrázó szekszárdi csapatot is legyőzte. Az első negyedben, a visszavágón, az Ellenberg Jeffrey Sisnájtje légiós trió a szekszárdi szurkolókban félelmet keltően vitte előre a szlovák élcsapatot. A KSZ mintha egy picit ekkor az öltözőben maradt volna. Látszott, hogy utoljára 3 hete lépett pályára a csapat a válogatott szünet miatt. De aztán minden államszerűen összeállt. Mind a gyorsindításban, mind a felállt védelem elleni játékban fokozatosan a ruzsomberok fölé nőtt a hazai csapat, a közönséget ezzel lázba hozva. A két magas ember, McCall és Bishop a támadásban szinte extrát nyújtott, de az irányítók Studer Ágnes és Frida Elderbrink is mondhatni nemzetközi nívon mozgatta a csapatot, kiismerhetetlenül játszottak, miközben a csapat védekezésére sem lehetett panasz. A szlovákok 15 pontos 87-72-es vereségében bizony tényező, hogy amíg a ruzsomberok nem tudta minőségi cserékkel pihentetni a két amerikait és Sisknájtjét, addig a KSC-ben Jovanovicsnak, Kisvirágnak, Gereben Líviának bizony voltak fontos momentumai és pontjai is. Volt gyorsindítás gólokat, volt szép figurák, amit nagyon hosszú türelmesen játszottunk. Úgyhogy én azt érzem, kezdünk alakulni. Ezzel a győzelemmel biztos továbbjutó az Európa Kupa hátcsoportjában a KSC Szekszárd, függetlenül attól, hogy mi lesz az eredmény a zárófordulóban a cseh Nymburk otthonában.